Cigarettás és óvszeres doboz az asztalon, szétdobált szennyes ruhák egy viseltes, szakadt, koszos matracon. Nyomasztó látvány várja azokat, akik belépnek a holland rendőrség kezdeményezésére kialakított szabaduló kocsiba, ahonnan 10 percük van kiszabadulni a játékosoknak. Ehhez hasonló körülmények között élt Nóra, és él a mai napig sok hozzá hasonló bolgár, magyar és román fiatal lány, akiket hamis ígéretekkel csábítanak külföldre, mondta a holland rendőrség képviselője. Sajnos hazánk is érintett ilyen téren. Ugye Hollandiában jelen állapotban 108 áldozatról tudunk, akik Magyarországról származnak, de a probléma az, hogy ez a jéghegynek csak a csúcsa. Tehát nagyon sok rejtett áldozat van, akik vagy nem mernek a rendőrséghez fordulni, vagy nem is tudják, hogy tudnának egyáltalán kapcsolatba lépni velük, nem tudják vagy nem beszélik a nyelvet például, nem tudják az áldozat segítő szervezeteket elérni, vagy sok esetben nem is fogják azt fel, hogy ők áldozatok, mert úgy érzik, hogy azért kerültek ilyen helyzetbe, mert ők vállalkoztak egy adott munkára, egy felhívásra, és igazából az ő hibájuk, magukat hibáztatják ilyen esetekben. De nem csak a hollandiai prostitúcióra kell gondolni az emberkereskedelem szó hallatán. Az Európai Unió számos tagállama érintett. A modern rabszolgasság Magyarországon is jelen van. Akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is érintett lehet. Potenciálisan nagyon sokan érintettek is benne vannak, itt a megyékben, itt Nyíregyházán is. És ebből a csapdahelyzetből, hogy nincs menekvés, szeretnénk felmutatni reménysugarat, hogy de van. Ha megkapjuk a jelzést, a rendőrség, az áldozatsegítő, vagy akár az önkormányzat, akkor közbelépünk. Kiket is céloz? Az emberkereskedelemben sérülékenyek, a mély szegénységben élők, független attól, hogy magyarok éppen vagy a romákról van szó. Nyilván, hogyha valaki egy zártabb, kisebb közösségben él, az állami gondoskodásban élő gyerekek, fiúk, lányok, a fogyatékosok, az idősebbek, a menekültek. Tehát én azt gondolom, hogy most nem kell mit illusztrálni azon, hogy látjuk a televízióban, hogy egyedülálló nők, anyák, gyermekeikkel jönnek. Potenciális veszélyforrásnak van kitéve. A szabaduló furgon járt már Szolnokon és Debrecenben is, küldetését pedig Nyíregyháza után Miskolcon, majd Budapesten folytatja, hogy felhívja a lakosság figyelmét erre a kényes témára. Ezután visszaviszik Hollandiába, de nem kizárt, hogy később újra magyar körútra indul.